Végre újra telt ház a Népstadionban. Ekkor még nem tudtuk, milyen maratoni labdarúgó csatát vív majd egymással a magyar és a román válogatott. A magyar csapat első akcióját a kitűnő jobb hátvéd Szatmarjánu hárítja. Ellen akció a románok részéről, és már ekkor kitűnik, hogy a magyar csapat egyik legjobbja, a védelem biztos embere Páncsics Miklós. Hosszú szöktetés előre, Branikovics kiugrik, jobban lő, gól! Megvan tehát a magyar csapat vezető gólja, a románok ellen akciója. Géci kiüti a labdát, Dovide kapásból lő, és Bálint eltalált a kapu torkában, bedobja magát a lövésbe. Páncsics labdája újra elő, Dunai kettő lő, kivágja Radukánuk, remek kapus, újabb magyar támadás. Branikovicsé a labda, átível a másik oldalra, Zámbó érkezik, balra lő, és a kapufa segít. Branikovics előtt a labda, jobban lő, és a kapufa éléről kifelé vágódik a labda. Itt már minden eldőlhetett volna. A második félidőben a románok lendületes támadások egész sorát vezeti. Géci kiüti a labdát, Szatmarjánu fejjel gól! 1-1. A bukaresti augusztus 23-a stadionban már a románok vannak pszichológiai előnyben. De a magyar csapatot ezt nem zavarja. Benne lő a kapuvára, levágodik a labda, Szőke újra lő, gól! Vezetünk 1-0-ra. Újra miénk tehát a vezetés. De a románok ellenakciója, és milyen jó. Oda kerül a labda Dembrovszky elé. A jobb összekötő lő, a kapufáról kivágódik a labda. Dobrin lágyan emel, és újra itt az egyenlítés. 1-1. Megint a miénk a kezdeményezés. Zámbó középű. Ragyogóan tör be a román védelmi falba. Jobbra kerül a labda. Kitörő akció. Benne beteszi középre. Kocsis leveszi. Jobban lő, gól! 2-1. És a sorsdöntő fordulat. Egy kicsit homályos a kép, de jól látni, hogy Kocsis 11-esét Radukánu kiüti. A második félidő. Neágu lő és 2-2. A döntés tehát Belgrádra marad. A Partizán stadionban vagyunk. Az első negyed órában a románok remekül játszanak, de aztán fokról fokra följön a magyar csapat. Megint a miénk, a lehetőség, a nagy lehetőség. Radukánu kiüt, bere fejesét, Kocsis előtt a labda, balla lő, gól! Egyből mindig mi vezetünk, de a románok újra meg újra előre tudnak jönni, és kiegyenlítenek. Íme most is Juhász Péter rövid labdáját, Neágu lövi, és egyen. És a második félidő egyik fontos pillanata, Dovide előtt a labda, bal szányról kerül befelé, fejes, és mellé, 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 ellenakció. Zámbó küldi befelé a labdát, Bene kapja, legurítja a jobbra, ott van Szőke előtt a jobbszés, gól, gól, olyan kipó. Szőke végtelen boldogságában öröm táncot lejt a pályán, és a záró akkord, amelynek alcíme, Striptease a labdarúgó pályán.